Sziasztok! Ma itt a karácsonyi gigantikus ajándékötlet invázió adását fogjátok látni. Tartsatok velünk! Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Ahogy ígértem a múlt héten, eljött az a nap, amikor elhoztam nektek a karácsonyi ajándékötlet invázió videómat. Tavaly már volt ilyen videó, és nagyon-nagyon szerettétek, és sokan kértétek is, ezért ezt nem hagyhattam ki. Most idén élőadás formájában fogom az ötleteimet bemutatni. Kommenteljetek, ötleteljetek, írjatok saját inspirációkat, nagyon szeretném a sok-sok kommentet látni. Az első feladat, hogy ezt a manót nevezzétek el, ugyanis meg lehet nyerni annak, aki ötletel a nevére a videó alá. Persze nem a chat falon, hanem ott is nagyon örömmel várom, és be fogom olvasni egy csomó névadást, viszont feltétlen, hogyha ez a videó véget ért, és újra feltöltésre kerül, körülbelül 1-2 órával az adás után, feltétlen oda is írjátok föl majd a nevet, mert azok között tudom kisorsolni, akik a megjegyzés rovatba írták föl az ajánlott nevet. Szóval várom, nagyon kíváncsi vagyok az első névötletekre. Látom már, hogy Melanie el is nevezte Trixinek, majd közben mind az adás végéig föl fogom olvasni, hogy miket ötleteltek. Szóval, a mai videóban rengeteg ötlettel készültem, lesz pohárfestés, kakaós szarvas, bármit jelentsen is, ez majd kiderül, manós üvegcsomagolás, sztorikavics, akkor lesz akvarellezés alkohollal, nem iható alkohollal, hanem majd meglátjátok hogyan, illetve egy mézes kalács, slime, mert hogy az idei év slágere egyértelműen a slime volt, és arra gondoltam, hogy egy karácsonyi hangulatú slime ajándéknak mindenképpen örülne valaki, hogyha ezt például a barátnőnek adjátok, akkor elkészítve is lehet. Viszont ha vannak itt anyukák, akkor nagyon javaslom, hogy adjatok ajándékba DIY slime készítő készletet a kislányotoknak, vagy kisfiatoknak, aki szeret ezzel játszani, mert hogy az elkészítése az igazán élvezetes. Zita azt írja, hogy Inspi Manó legyen a Manó neve, Vivi pedig Zuzmónak nevezni el, Eszter pedig Mamusznak, mindegyik nagyon ötletes és kreatív. Itt ezen az asztalon, ami látható, az mind majd valamilyen módon sorra kerül, és ezt akartam megmutatni még elsőként, mint egy ilyen ajándékcsomagolás ötlet, szóval vannak itt extra ötletek is azon kívül, amiket most felsoroltam. Így is be lehet csomagolni egy dobozt. Ezt egy tévéfelvételen csomagoltam be néhány kislánnyal. Nagyon élveztem azt a felvételt is, azt majd karácsony előtt láthatjátok, az M5-ön. Ott voltam, és ott készítettük el együtt. Szerintem tök ötletes, csak mozgószemet, egy piros órot kell ráragasztani, és filctollal kifesteni. Sima, egyszerű barna csomagoló papírban van. Szóval kezdjük is az üvegpohár festéssel. Igazából ennek az ajándéknak az a lényege, hogy szép poharakat vegyetek. Lehetnek azok sima vizes poharak, lehetnek boros poharak, lehetnek kisebb, nagyobb, hosszúkás, gömbölyű, bármilyen. Az a lényeg, hogy maga az ajándék igazából a pohár lesz, és utána, hogyha ez megvan, akkor eldöntheted, hogy tartós, vagy pedig esetleg ideiglenes rajzot készítesz rá. Hogyha tartós rajzot készítesz rá, akkor természetesen üveg vagy porcelán filctollal kell rajzolnod rá. Viszont ha azt gondolod, hogy te magát a poharat adod ajándékba, és szeretnél rá egy ilyen ünnepi dekorációt, de azt szeretnéd, hogy az egész évben tudják használni, akkor simán bármilyen olyan filccel, ami fog a pohárra, rajzolhatsz rá dekorációt. Lehet ez egy sima fekete filc, mindjárt meg is nézem, hogy az enyém hova van, mert persze azt ide készítettem, de nem tudom, mindegy. Vannak itt másmilyen filctollaim is, lehet porcelánfilc, lehet üvegfilc, illetve ezt, amit talán még többen ismertek, ez a kontúrfesték, arany meg ezüst színben van, ez ugye üvegre való. Mindegyiket az utasításra szerint kell elkészíteni, vagy véglegesíteni, hogyha szeretnétek, és egy egyszerű geometrikus mintával, mindjárt megmutatom, hogy hogyan, de nagyon könnyen, gyorsan, szép mintát lehet rajzolni rá. Hát ezt már rég használtam, de lehet megtervezni a mintát, mutatom is azt is, hogyha valaki nem olyan magabiztos, na, Manó, menj innen arrébb egy picit, akkor azt is lehet, hogy egy papírra megrajzoljátok, ceruzával, vagy filctollal, bármilyen tervezgetősed lehet. Így mondjuk rajzolok most egy sima ilyen hullámból karácsonyfa mintát,
és rajzolok rá egy csillagot a végére. Így, és ezt egyszerűen így beleteszitek a pohárba, igen, csak az alját fölhajtjátok, és úgy fogjátok átrajzolni a pohár felületén. Én szerintem mind a kettő módon nagyon jó lehet az ajándék. Szerintem az is nagyon jó, hogyha poharat adtok, és egy ilyen kicsit személyre szabjátok az ajándékot, és az is nagyon jó, hogyha olyan bátrak vagytok, hogy porcelánfilccel és kiégetve, akkor azt is érdemes megpróbálni, jól sikerült a rajz, akkor azzal rajzolni. Most fogom, és ezt a kontúr festékkel át fogom rajzolni azt a mintát, amit én alá raktam, és utána megmutatom, hogy milyen lett. Addig közben olvasom a neveket, mert melyik küldtetek. Bence azt írja, hogy Gáspárnak hívjuk a Manót, Amira Szundinak nevezni, Júlia Sapinak, Csilla pedig Nózinak. És még jött egy kérdés is Barbitól, hogy melyik az én kedvenc slime-om. Mindegyiket szeretem, mert készíteni a legjobb szerintem a slime-okat, de azokat szeretem talán a legjobban, amiket vendégekkel közösen gyártottunk. Szépen megrajzolom a kontúrját. Egy picit ennél lassabban érdemes megrajzolni, és hogyha nem siettek annyira, mint én, hogy gyorsan megmutassam nektek, ezt akkor egyenletesebb vonalakat tudtok húzni. Illetve ezzel a kontúrfestékkel igazából a legnehezebb bánni szép egyenletes vonalakat, úgyhogy ha porcelánfilccel vagy sima filccel rajzoltok az üvegre, akkor egyszerűbb lesz, illetve könnyebben lehet korrigálni, mert csak letörlitek azt a részt, ami esetleg nem úgy sikerül, és újra rajzoljátok. De azért ez is alakul, majd mindjárt mutatom, hogy milyen. Ahogy már kisebbedik a minta, nekem is egyszerűsödik a dolgom, és kialakul a karácsonyfa vonalakból, és a tetejére fölrajzolom a csillagot. Ez a kontúrfestéknek az a titka, hogy inkább mindig húzni érdemes a vonalat, mert ha tolod a mintát, akkor összegubancolódik a vonal. Így. És kialakult egy ilyen kis karácsonyi mintára. Ez szerintem állandó, és ilyen ideiglenes dekorációnak is tök jó, attól függ, hogy hogyan sikerül, le is lehet törölni, és újra megrajzolni. Azt még azt megmutatom nektek, hogy sima fekete filcből is lehet rátenni mintát, hogyha meg lenne a fekete filcem, de ez lehet, hogy nem lesz meg. Ne, megvan. Itt van, és ez a porcelánfilcem, és nem csak feltétlen karácsonyi mintában gondolkozhattok, hanem hogyha állandó dekorációt tesztek rá, akkor sőt, inkább szerintem nem feltétlen karácsonyiban, hanem lehet bármilyen geometrikus minta is. Csíkokat is húzhattok, rajzolhattok a Firkáljunk Együtt sorozatomból valamit, ami a kedvenc mintája a megajándékozottnak. Írhattok rá jó kívánságokat, gondolkozom hangosan. Adjatok még ötleteket, hogy miket lehetne még a pohárra rajzolni a megajándékozottnak. Különleges figurát is rajzolhattok rá, tényleg erre is egy kicsi szemet is rajzolok rá, mert az még ilyen személyesebb, most egy ilyen kalózcica-szerűség kezd kialakulni. Teljesen random rajzolok most, ezt nem terveztem el. Mindjárt megmutatom. Szóval lehet geometrikus minta, lehet valamilyen kis állatka, és ezzel teljesen személyre tudjátok szabni a poharat. Ezt egyébként, hogyha ilyen filccel rajzoljátok, ami kiégethető, általában 10-15 percig kell a sütőben égetni. Ez volt az első ajándékötlet. Nézem a kis listámat, ki ne hagyjam. És a következő pedig a kakaós szarvas lett, remélem, hogy ez fölkeltette az érdeklődéseteket. Közben nézem, hogy milyen neveket adtatok. Nózi, Andi azt hitt, hogy Nózi, Csilla, Picúr, Viktória pedig Mancinak nevezné ezt a kis manót. Egy kis kedvajánló, vagy kedvcsináló holnapra. Holnap lesz a Firkáljunk Együtt karácsonyi kiadása, remélem, hogy várjátok. Múltkor azt írtátok nekem, hogy feltétlen készítsek, és egy picit meg is mutatom a rajzot, amit holnapi videómban láthattok.
ilyen különleges karácsonyi posztert rajzolhattok velem, rengeteg karácsonyi mintát fogok benne elkészíteni, úgyhogy majd feltétlen nézzétek meg. Szóval a következő ajándékötlet a kakaós szarvas, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy kelleni fog nektek egy befőttes üveg, vagy akár egy háromszög alakú cellofán zacskó, hogyha éppen befőttes üvegetek nincs, és ebbe fogjuk belepakolni a forró csoki alapanyagát. Van itt nálam instant kakaó, abból öntök bele az aljára. Ez egy ilyen nagyon gyors, szinte last minute karácsonyi ajándékötlet, de mégis kedvesség, és ebből inni a kakaót teljesen más, mint egy sima natur kakaós, instant kakaósból. Kérdezhettek is az íróadás alatt, nyugodtan tegyétek fel kérdéseiteket, illetve ha van olyan ötlet, amit megcsináltatok már, és más is szerintetek örülnek, karácsonyi ajándékötlet, akkor osszátok meg velünk. Hogyha beletöltöttétek a pohár vagy kis dobozkánkba a kakaót, akkor tehettek rá ízlés szerint ízesítőt. Én most például fehér csoki pasztillát fogok rátenni, de még nem teli, mert hagyok helyet a mini pillecukornak, mert hogy a kakaók tetején a pillecukrok nagyon finomak, szinte beleolvadnak, és ilyen nagyon finom ízt kölcsönöznek neki. Ittatok már pillecukorral kakaót? Mindenképpen érdemes kipróbálni szerintem. Remélem, hogy jól hallatok, írjátok meg, hogyha igen. Ígyni, mert hogy most már van ilyen mikrofonom, amivel az élőadásban is jól lehet hallani, remélem, hogy érzitek, hogy jobb lett a minőség. Szóval itt néz ki az instant forró csokis üveg, és ezt most lezárom, és most jön a dekorálás. Ennek a dekorálása ragasztópisztolyjal fog történni. Mozgó szemeket és piros orrot fogok ragasztani a ragasztó pisztollyal az üvegre. Mindjárt ide az elejére. Ez nagyon hamar és gyorsan megragad. Ezt már tudjátok, hogyha kijön belőle a ragasztó pisztoly. Egy picit még után kell töltenem. Ígyni. És akkor kijön. Ha megragasztottam az órát meg a szemét, akkor el kell dönteni, hogy szarvat miből csinálunk neki. Már nagyon jól alakul szerintem a szarvas. Én arra gondoltam, hogy vagy piros, vagy sárga glitteres dekorgumiból csinálok neki szarvakat. Szavazzatok, hogy melyik állna neki jobban. Igazából teljesen el lehet engedni a fantáziát, bármelyik jól tud mutatni, úgyhogy ez a saját ízlésetekre van bízva. Azt kérdezi Vanda, hogy lesz-e olyan videó, hogy hogyan díszítsd fel a szobád. Most volt két olyan videó, hogy hogyan varázsold a szobádat ünnepi hangulatba a csatornámon. Nézzétek meg, van kifejezetten az ezüst kedvelőknek ünnepi szobadekorációs ötletek, és az arany kedvelőknek. Szerintem nagyon jó kis tippek vannak benne, úgyhogy feltétlen nézzétek meg, ezek teljesen friss videók. Lesz ma slime ajándék is? Azt kérdezi valaki. Igen, lesz. Lesz. Méghozzá mézes kalács illatú slime-ot fogunk készíteni nem sokára. Először most akkor, hogyha kiválasztottátok, hogy melyik, most nézem a kommenteket, hogy melyik az arany vagy a piros glitterből vágjam a szarvast. Réka azt írta, hogy az aranyból, úgyhogy ő már nyert is. És a szarvakat úgy fogom kivágni, hogy félbehajtom, és akkor csak egyszer kell kivágni. De persze, hogyha szeretnétek, hogy különböző legyen a két szarv, akkor nyugodtan kettőből kétszer vágjátok ki. Ilyen random szarvas formát, vagy szarv formát vágok most, és az üveg méretéhez lehet igazítani. Igazából ezt az ötletet én úgy láttam, hogy cellofánba volt csomagolva ez az instant kakaó por, illetve a hozzávaló különleges kiegészítések, és a cellofán ilyen háromszög alakúra volt, tehát egy háromszög alakú cellofán zacskóba volt téve, és ugyanúgy ki volt díszítve ilyen szarvas mintának, de szerintem egy picit
különlegesebb ajándék, hogyha ha az üveget, vagy ilyen befőttes üveggel csináljátok meg, mert sokkal tartósabb, és akkor el lehet tenni emlékbe a befőttes üveget, és ezt bármi másra is lehet később használni. Szóval kivágtam a két szarf mintát, és föl is fogom ragasztani rá. Ugyanúgy a ragasztópisztolyt használom. Arra vigyázzatok, hogy döntsétek el, hogy a befőttes üveg tetejére kerül majd ez a minta, vagy a lenti részre, és úgy ragasszátok föl, de mindenképp úgy ragasszátok föl, hogy használható legyen, kinyitható legyen a befőttes üveg. Most én ezért a tetejére fogom ragasztani, mert ugye ennek ilyen billenős fedele van, és nem tudnám kinyitni a dróttól, hogyha aláraknám. És el is készült a kis karácsonyi kakaós szarvas. Mit szóltak hozzá? Jelezzétek egy lájkkal, hogyha tetszik, ha ti szívesen kapnátok ilyet ajándékba valakitől. Nagyon hamar és nagyon gyorsan elkészíthető, egyszerű, de szerintem nagyon kedves karácsonyi ajándékötlet. A múlt héten készítettem élőadásban ezt a szarvaska könyvjelzőt, ezt is elkészíthetitek hozzá, nézzétek meg a videót, ha még nem láttátok. Illetve azt akartam még megmutatni, most nézem, hogy hol van, nincsen már csak ez a doboz szarvas. Ja igen, azt akartam megmutatni, hogy a gasztró csatornámra pedig készítettem egy ilyen instant sütemény, bármikor elkészíthető sütemény videót, úgyhogy ezt is szerintem nyugodtan egy ilyen szarvasos mintával föl lehet dekorálni, hogyha valami bonyolultabbra vágysz ennél az ajándéknál. Ennek a receptjét is megtaláljátok a gasztró csatornán, és ebből tulajdonképpen azt hiszem egy kis vaj, meg tojás kell hozzá, bármikor összekeverheti a megajándékozott, és 20 perc alatt megsütheti. Szerintem ez egy remek ajándék. Úgyhogy a kettőt akár kombinálhatjátok is. Viki azt kérdezi, hogy lesz-e nyereményjáték. Most a videó alatt van nyereményjáték. Őt lehet megnyerni, aki elnevezi, vagy ad ötletet az elnevezésére, azok között fogom kisorsolni. Mindenképpen ne csak a chat falai írjátok fel a névötleteteket, hanem majd a megjegyzésekhez is, amikor vége van a videónak, utána 1-2 órával lesz, jelenik meg újra a videó, és akkor nyílik meg a megjegyzés lehetőség. Aliz ezt kérdezi, hogy visszanézhető lesz-e a live? Igen, visszanézhető, minden live visszanézhető, úgyhogy nyugodtan, csak akkor ugye nem tudom figyelembe venni a kommentjeiteket. Na, el is készült a második ajándékötlet, most pedig egy manós üvegcsomagolást fogok megmutatni. Ez azért jó, mert van ennek is egy alapja, egy ajándék, egy üveg bor, hogyha felnőttet ajándékoztok meg, ha gyereket, akkor egy üveg ilyen gyerekpuncs, vagy gyerekpesgő, vagy akár valami finomabb szörp is lehet benne. Lehet házi készítési likőr, erre is vannak ötletek a gasztró csatornámon, úgyhogy lehet ez valamilyen házi készítési dolog is, és ezt megmutatom, hogy hogyan tudjátok becsomagolni különlegesen. Itt van a filc. Ebből a filcből lesz a manósapka. Ebből szintén most két színt hoztam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyikre szavaztok. Szavazatok, hogy melyikből legyen a manósapkája. Közben felolvasok egy kérdést. Vizó azt kérdezi, hogy tudsz-e slime receptet borax nélkül? Igen, pont 2 héttel ezelőtt készítettem el egy boraxmentes slime receptet. Egyébként ide is hoztam, hogy megmutassam még mennyi maradt belőle. Ezt nem zártam le légmentesen, mert ha lezárod és úgy tárod, akkor teljesen jó állapotban van még, de igazából még így is, csak van egy megkeményedett réteg a tetején. Ez egy boraxmentes slime, most is hoztam ennek a hozzávalóit, úgyhogy vagy végignézed ezt a videót, vagy megnézed a 2 héttel korábbit. Ez is a címe, hogy boraxmentes slime test, és nagyon-nagyon jól sikerült, itt van még mindig tökéletes állapotban ez a slime. Szóval, ha megszavaztátok, akkor mindjárt elkészítem a sapkáját. Közben azt nézem, hogy kérdezitek, hogy mit csinálják a barátnőmnek. Szerintem ezek közül bármit el lehet készíteni a barátnőnknek, mert attól függ, hogy hány éves a barátnőd, például olyan üveget teszel bele, vagy tehát olyan italt, vagy pedig annak az instant kakaós szarvasnak is nagyon örülne, a süteménynek is. Idehoztam még idei ötlet, de tavaly is készítettem hasonlót, hogy bögrét is lehet dekorálni, pont ugyanazzal a kontúrfestékkel, amivel az előbb csíkokat húztam, hogyha pöttyöket tesztek egy bögrére, akár gyertyát öntötök bele. Ezt egy Spár csatornájára készített videómban találjátok meg,
nézzétek meg, hogyha szeretnétek tudni, hogy pontosan hogyan. Ez is szerintem remek ajándék ötlet, azért is hoztam ide kicsit régebbi ötleteket, hogy felfrissítsem a fejetekben, vagy hogyha még nem láttátok, akkor ezeket is el lehet nagyon jól készíteni. Marian azt írta, hogy legyen piros, akkor piros sapkát készítünk, legalább jól fog passzolni itt a nevet váró manukához. Egy kupformát kell elkészíteni, egy körülbelül olyan méretű filc darabot kell levágni, ami passzol a manó fejéhez, ígyni, hogyha elkészítetek, csak simán föl kellett tekerni, ugye megmutatom még egyszer, ezt egy kúpra, és akkor én ragasztó pisztolyjal fogom, ha jó a méret, rögzíteni, és utána az alját méretre vágom. Ígyni, megnézzük. Az a lényeg, hogy ahogy ráteszem, rászoruljon körülbelül a tetejénél, az üveg tetejénél, akkor jó a méret. Úgyhogy ez szerintem tökéletes, most le is rögzítem a ragasztópisztollyal. És utána pedig méretre fogom szabni. Egyszerűen a szélét beragasztópisztolyoztam, és megvárom, amíg megszárad egy kicsit. Hagyok neki időt. Így. Egészen a szélét érdemes, mert akkor nem nyílik szét, és óvatosan bánjatok a ragasztópisztolyjal, hogy meg ne égessétek magatokat, mert az elég kellemetlen. Közben nézem a neveket, Kitty Pumuklinak nevezni a manót, Mira Törpicseknek, Móni Dagikának, Csilla pedig Nózinak, mindegyik nagyon jó név. És akkor őt készítjük a testvérét Nózinak, vagy amit neveket adtok. Amikor kész a méret, egyszerűen fogjátok, és szépen, hogyha kilapítva csinálom, akkor még egyenesre is lesz, egyenesre le kell vágni a sapkát. Ígyni, és megnézzük, hogy jól sikerült-e. Igen, egy kicsit olyan cikcakos az alja, de ez lehet koncepció is. Hogyha nem felétek tartva vágnám le, akkor még lehet, hogy egyenesre le is tudtam volna vágni, de szerintem így is tök jó lesz. Ennek a manónak is én mozgó szemekből készítek szemet, és ezt a ragasztópisztolyjal fogom szintén az üvegre felragasztani. Jaj, egy picit hozzám ért a ragasztópisztoly. Ígyni. Azt is lehet, hogy a címkét hátulra fordítjátok, vagy a hátsó részéről leszeditek, és akkor még jobban kijön majd a minta. De azt is lehet, hogy egyszerűen nem foglalkoztok vele, az tulajdonképpen az alapját adja majd a manó ruhájának. Ígyni. Egy kicsit olyan ferdelet, de szerintem így olyan kicsit különleges karaktere lett. És akkor jöhet rá egy nagy orr, meg a szakáll. A szakállnak használható klasszikus vattát, vagy pedig valamilyen ilyen műszálasabb tömítő anyagot, és amiután eldöntöttétek, hogy mekkora szakálla legyen, ezt egy kicsit így próbálgatni érdemes, hogy mi áll jól neki, mondjuk én ennek a felét fogom fölragasztani rá, akkor egyszerűen azt is ragasztópisztollyal föl kell ragasztani. Na, így, és akkor fogom, és szépen de a szeme alá fölragasztom. Hogyha féltek attól, hogy oda kell szorítani, és nehogy megégessen a ragasztópisztoly, akkor érdemes valamilyen tárgyal inkább oda szorítani, és akkor annak nem érdekes. Én most egy korábbi, vagy egy másik ragasztópisztoly tölteléket használok. Így fölragasztottam, és már csak az órát kell fölragasztanom. Azt meg innen fogok kiválasztani neki. Valami ilyen színes orrot tudnék elképzelni. Mutatom a különböző lehetőségeket, azért jól lehet variálni. Lehet kék az orra, lehet sárga, mindegyikkel máshogy mutat, és különböző karaktert lehet adni neki. Hogyha esetleg többször is elkészítitek ezt az ajándékot, akkor érdemes variálni. Lehet zöld. Lehet gigantikus orra, de akkor nem fog látszani a szeme. És lehet persze kisebb piros. És hát neki olyan közepes orra van,
legyen akkor mondjuk elég sok színre szavaztok, Niki a zöldre, Szilvi a lilára, a Dorina a kékre. Szerintem ezzel a kékkel, ezzel túl nagy lenne, ezzel a lilával is különleges, talán ezzel a kékkel mutat a legjobban, úgyhogy most felragasztom rá a kék orrot. El is készültem ezzel az üveg csomagolással. Itt magába az üvegbe is tölthettek házi készítési dolgot, a gasztrocsatornámon találtok rá ötleteket, vagy pedig, hogyha valamilyen apró finomságot vásároltok, akkor azt így dekoráljátok föl, és mennyivel mókásabb odaadni. Ez volt a következő ajándékötlet. A most következő ötletben egy már meglévő és általam nagyon szeretett társasjátékot fogok házi verzióban elkészíteni. Mégpedig kíváncsi vagyok, hogy ismeritek-e a sztori kockát. Írjátok meg nekem. Amíg írtok, addig megmutatom, hogy akinek nem lesz elég ez az idei gigantikus ajándékötlet invázió, az nézze meg a tavalyit, sőt, még tavaly előtt is már ötleteltem ajándékokat. Például ezt a szörnyi két készítettem el egy kesztyűből a tavalyi gigantikus ötlet invázió videómban. Érdemes azt is megnézni, és újra-újra inspirálódni, mert könnyen el lehet felejteni. Sapi Manó nevet adtatok neki, Dávid a szundira szavaz, Kitti pedig a picurkára. Nem ismeri senki az név. Most ezt azon gondolkozom, hogy mit nem ismer senki, ez egy név, hogy nem ismeri senkinek, neveznétek el, vagy nem ismeri senki a sztori kockát. A sztori kocka az egy nagyon-nagyon jó kreatív játék, és úgy kell játszani, hogy van kettő vagy négy dobókocka, attól függ, hogy milyen készletet vesztek, és minden dobókockánál vannak ilyen kis emblémák, kis jelek, kis ikonok minden oldalon, tehát nem pöttyök vannak, hanem ilyen kis különböző jelek az egyiken, ilyen hullámjelekkel a víz, a másikon mondjuk egy hajó, a harmadikon egy emberke, a negyediken egy szív, az ötödiken egy palackposta, a hatodik oldalán pedig egy madárka. Tehát ilyen nagyon különböző és egyszerű karakterek vannak, és az a lényege, hogy dobni kell, és amit látsz a kockákon, abból azt a mintát valahogy el kell kezdeni egy mesét, és abba beleépíteni. És aztán dob a másik, és ő folytatja a mesét, mindig csak egy vagy két mondatot kell mondani. És így, ahogy az a játék, hogy együtt ezekkel a sztori kockák segítségével kialakítotok egy mesét. Szerintem nagyon-nagyon jó és kreatív játék, úgyhogy mindenképpen érdemes kipróbálni. Például ezzel a házi sztori kocka készítő készlettel is, vagyis sztori kockával is ki lehet próbálni. Ugyanis az lenne az ötlet lényege, hogy egyszerű ilyen kis kavicsokat kell szereznetek. Ez lehet fehér, vagy lehet ilyen sima utcai, vagy ilyen betonkavics, vagy ilyen folyópartján felelhető kavics, és erre kell ezeket a grafikus mintákat megrajzolni. Úgy rajzoljátok persze meg, hogy az ilyen mutatós legyen, mondjuk most rajzolok ilyen hullámvonalakat rá az egyik oldalára, és lehet mindkét oldalára is rajzolhattok, de lehet, hogy csak egyik oldalra rajzolhatok, mert ezt úgy kell majd játszani, ez a sztori kocka házi készítésű verziójában, hogy egy zacskóba teszitek bele végül a kavicsokat, és onnan kell felváltva húzni és mondani a mesét. Szerintem nagyon-nagyon jó játék, úgyhogy ha ajándékban nem is készítitek el, akár magatoknak is készítsétek el, egy papírra is föl lehet rajzolni ezeket, ha magatoknak készítitek el ezeket a mintákat, de hogyha kavicsra és ha ajándékba készítitek, akkor inkább ilyen kavicsra készítsétek el. Nézzétek meg, ez a hullámvonal, és egyszerűen narancssárgával kiszíneztem, vagy készítek egy másikat, mondjuk egy mosolygó ember, és akkor ezeket kell valahogy kreatívan belefogalmazni a mesébe, és azt hiszem mindenki egy vagy két mondatot mondhat. Ezeket a szabályokat nyugodtan lehet rugalmasan venni és kitalálni, és írjatok a sztori kocka mellé egy szabálykönyvet, hogyha ezt ajándékba adjátok, és abban írjátok le a ti általatok kigondolt szabályokat,
És szerintem ez egy nagyszerű ajándék, mert rögtön már az ajándékozás után ki is lehet próbálni, lehet ezt karácsony este játszani. Tavaly készítettem, azt hiszem az tavaly volt, egy karácsonyi társasjáték ötletes videót. Egy picit már, hogy 3 éve van a csatornám, összefolynak az évek, most nem is tudom hirtelen, hogy tavaly volt, vagy tavaly előtt. Tavaly volt, kaptam egy kis segítséget. Szóval, ha szeretitek a családi társasokat, akkor ne csak ezt a sztorikockát készítsétek el, hanem nézzétek meg a tavalyi karácsonyi társasjáték ötlet videómat, amit kifejezetten azért készítettem, hogy a két ünnep között ugye együtt vagyunk, otthon vagyunk, és lehet sokat játszani, és azt is elkészíthetitek nagyon egyszerűen, nagyon jó pofa kis játék. Fogjátok ezeket a kis kavicsokat, sztori kavicsokat, és akkor valamilyen zacskóba, ami szép, ezt ki is lehet természetesen dekorálni, beleteszitek, lezárjátok, és készen van a különleges ajándék, amit ti készítettetek. Nagyon jót lehet vele együtt játszani. Évekig használható. Hogyha szeretnétek, és van több időtök, akkor egy átlátszó lakréteggel vonjátok be, hogy ha sokat használjátok, akkor se kopjon le a rajzréteg. Az nagyon jól megvédi az átlátszó szintelen matt lakréteg ezeket a rajzokat. És még hogyha igazán ki szeretnétek tenni magatokért, akkor ne papírzacskóba, hanem valamilyen textilzsákba tegyétek bele, és föl is lehet írni, hogy sztori kavicsok. Sztori kavics. Sztori kavics játék, azt írom föl. De természetesen ettől sokkal jobban is ki lehet díszíteni az acskót. A következő ötlet, akkor elérkeztünk a slime-hoz. Elkészítem nektek a karácsonyi mézes kalács illatú slime-ot. Nebulóragasztóra lesz szükségetek. És közben elmondom, hogy amint vége lesz ennek az élőadásnak, egy vagy két órán keresztül nem lesz elérhető a videó, de utána újra fölkerül, és akkor is írjátok meg a névötleteteket, hiszen azok között fogom kisorsolni, akik odaírnak. Kell, szóval kellett a nebulóragasztó, kell bele sok-sok csillámpor, én az aranyat választottam most. Azt szeretném, hogy nagyon-nagyon csillámos és ünnepi legyen, úgyhogy jó sokat szórok bele, illetve a mézes kalács fűszerkeverék. Ettől lesz nagyon-nagyon finom illata. Ezeket összekeverem alaposan egy tálban. Ahogy mondtam az elején, vagy elkészítitek ezt a slime-ot, és úgy adjátok ajándékba egy légmentesen lezárható dobozba, de ha igazából itt anyukák is vannak közöttünk, és szeretnétek a gyereketeket meglepni egy különleges ajándékkal, akkor magát a hozzávalókat adjátok ajándékba, hiszen az elkészítése az egyik legjobb móka ennek az egésznek. Így, és hogyha megvagytok, akkor már csak az aktivátor kell. Használhatok, ugye, ahogy a boraxmentes slime videómban is volt mosószert, használhatok mosószódát, vagy borax oldatot. Én most azért használok borax oldatot, mert itt azt szeretném, hogy nagyon-nagyon jól érezhető maradjon az illata a slime-nak, ugye a mézes kalács illat, és a mosószer egy picit azért ezt elnyomná. És egyszerűen hozzáadjátok a borax oldatot, és elkezditek gyúrni. Fahéjasat is lehet csinálni, bár lehet, hogy annál vigyázni kell, mert azért a fahéj egy picit ugye irritálja a bőrt, tehát hogyha sokat nyomogatjátok majd a fahéjas slime-ot, lehet, hogy kikezdi egy kicsit a kezeteket, tehát a mézes kalács fűszerkeverék az ezért így, én ezt jobban javaslom. Most egy picit sok boraxot tettem hozzá, de hogyha gyúrom, akkor majd össze fog állni, és ilyen jó kis hangja van, megmutatom kicsit közelebbről nektek. Hú, és nagyon-nagyon jó illata van. Írjátok meg, hát ha majd az anyukátok is megnézi ezt a videót, hogyha gyerekek vagytok, hogy inkább a készítők, slime készítő készletnek örülnétek, hogyha anyukátok ezt odaadná, vagy készítse el nektek, és magát a slime-ot adná oda, akár egy ilyen szép kis üvegcsében. Hát most ez nem lett annyira nyúlós, de még egyszer megpróbálom elkészíteni egy kicsit kevesebb boraccal, hogy lássátok.
hogy hogyan lesz nyúlós. Lehet, hogy túl sokat öntöttem hozzá. Itt elég fontos az arány. És azt, mivel általában ilyen gigantikus mennyiségeket csinálom, mint a gigantikus szájmkészítés, ezt nehezebb eltalálni. Van még egy ragasztom, teszek hozzá sok-sok bittert, és finom mézeskalács fűszerkeveréket. Ezt elkeverem. Mi? Ezzel inkább. Alaposan. És először csak egy kevesebb borakszot adok hozzá. Így, és azt elkeverem alaposan. Meg megint. Így, és akkor remélem, hogy most sokkal jobb ilyen nyúlós állaga lesz. Hát igen, hogyha készítő készletet kaptok, akkor ezzel lehet próbálkozni. Igen, azt is írjátok, hogy a slime készítő készlet a jobb. Ez még úgy néz ki, hogy nincsen kész. Úgyhogy még ehhez adunk egy kis borakszot. És a végére teljes kupleráj lesz itt az asztalon. De remélem, hogy a slime jó lesz. Így, és lehet. Lehet alkotni. Úgy érzem, még ez mindig nincsen kész. Minden esetre, hogyha még tovább adnék hozzá borakszot, akkor biztosan összeállna. Viszont nagyjából azért ennyi volt a gigantikus ajándékötlet invázió. Még akartam mutatni egy-két dolgot, de most nagyon-nagyon összeragadt a kezem, azért már alakult a slime. Így, de most már kezd összeállni, nézzétek csak, és nyúlik is, és jön is le a kezemről. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a kis karácsonyi ajándékötletelős videóm. Nézzétek meg a tavalyiakat is, a sok-sok ötlet volt tavaly is. Tavaly még egy ilyen sorozat is volt, amikor élőadásban készítettem ötleteket. Azt is érdemes visszanézni, abban is rengeteg jó ötlet van. Legalább 100 karácsonyi ajándékötletet találtok a csatornámon. Jelentkezem hamarosan a Firkáljunk Együtt sorozattal, mert azt is nagyon szerettétek, és mindenképpen szerettem volna karácsonyit készíteni belőle. Ez pedig összeállt és nyúlik is. Hát még egy kicsit lehet gyakorolni ennek a készítését, én úgy érzem, egy kis kritika magammal szemben. Még egy pár Manó név ötletet beolvasok. Réka azt írta, hogy Mimi legyen a Manó neve, Panka, hogy Habci, Zsanett, meg hogy Pufi. És ezt a Manót kisorsolom, én nem szeretnék dönteni, hogy milyen nevet adunk neki, majd az aki é lesz, annak a nevét fogom elmondani, hogy mi lett majd a végül a Manó neve. Mindenképpen a megjegyzésbe is írjátok fel az adás végén, amikor körülbelül 1-2 óra múlva felkerül ez a videó. Írjátok meg, hogy melyik ajándékötlet tetszett a legjobban, illetve ha nektek van olyan, amit szerintetek érdemes megosztani, akkor azt is írjátok a megjegyzések alá. Holnap is találkozunk, mert felkerül a Firkáljunk Együtt videóm, és egyébként meg remélem, hogy tetszett, és szép kreatív napot! Sziasztok!